Sziasztok! A mai videónkban tavaszi dekorációt fogunk készíteni. Ez elhiszem, hogy ilyenkor ősszel elég furcsa lehet számotokra, viszont azt tudni kell, hogy ha azt szeretnénk, hogy kora tavasszal cserében virágozzanak a nárciszaink, illetve a tavaszi hagymás növényeink, akkor azokat bizony most kell elültetni. Nagyon sok tavaszi hagymás növény, többek között a tulipánt, vagy éppenséggel a nárcisz, vagy a gyöngyikének a különböző fajtáit, azokat lehet cserébe is ültetni, hiszen úgy is szépen tudnak fejlődni. Ehhez azonban néhány apróságot nem árt tudni. Mutatom is, hogy miket. Az első lépés az, hogyha a hagymás növényt szeretnénk ültetni cserébe, hogy mekkora cserepet is válasszunk. Hát legalább 25 centi átmérőjűt. Ez mondjuk éppen egy kocka alakú cserép, de igazándiból a forma ebből a szempontból lényegtelen. Az a lényeg, hogy viszonylag mély legyen. És a másik fontos tulajdonsága, hogy legyenek az alján lyukak, amin keresztül a felesleges víz az távozni tud. Hiszen, hogyha olyan cserepet választunk, olyan kaspót, aminek az aljába ott marad a víz, akkor nagyon könnyedén tönkre mennek ezek a klassz kis virághagymák a tél alatt. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb. A másik nagyon fontos dolog, hogy a cserép aljába érdemes tenni, hogy el tudjon szivárogni a víz, és ne álljon meg a hagymák környékén, egy kis kavicsot, murvát, gyakorlatilag bármilyen olyan anyagot, ami képes elvezetni a vizet. Én ezt a kertből szedtem, igazándiból ez egy filléres tétel, és természetesen nem hiányozhatnak a hagymák, illetve a virágföld sem. Én ebbe a kaspóba kétfajta növényt fogok ültetni, az egyik a nárcisz, a másik pedig az örmény gyöngyike lesz. A kettő közül a nárcisznak a hagymáját látjátok a kezembe, ez jóval nagyobb, ez körülbelül olyan 10 cm mélyre kell ültetni. A kavics rétegre raktam körülbelül olyan 5 cm virágföldet, és ezek után belerakom a nárcisz hagymákat. Ebben a kaspóban 5 darab nárcisz fél el kényelmesen, hiszen a hagymákat körülbelül olyan 4-5 cm távolságra érdemes egymástól tenni, hogy tudjanak elegendő tápanyaghoz is jutni. Ezután következik még egy jó rétegnyi föld, és utána pedig következnek a gyöngyike hagymáink. Nagyjából betemettük a nárcisz hagymákat. Én mindig szoktam arra figyelni, hogy a teteje az ne legyen teljesen fedve, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy mondjuk a gyöngyike hagymákat az körülbelül olyan 5 centire kell ültetni, ezek a hagymák nagyjából tokkal vonóan 5 centisek. Fontos hangsúlyozni, hogy ne ültessük a hagymákat egymás fölé, és éppen ezért is célszerű látni mindig az alsó rétegnek a tetejét, és akkor biztosan elkerüljük ezt a hibát. Én ide ültetem a gyöngyikéket. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogyha többfajta növényt kombinációját ültetjük el, akkor mindig arra figyeljünk, hogy a kisebbek azok a szélére kerüljenek, mint például ebben az esetben a gyöngyike, a nagyobbak azok pedig kerüljenek középre. Gondolkozhatunk még lépcsőzetes elrendezésben is, ilyenkor mindig előre kerüljenek a kisebbek, illetve hátulra a nagyobbak. Hogyha készen vagyunk a kompozícióval, akkor jöhet még egy adag föld, körülbelül 5 cm, de természetesen, hogyha nem teljesen milliméter pontosságban annyi, akkor sem kell kétségbe esnünk. Még egy dologra figyelnünk kell, hogy ezt ezután jól öntözzük be, és tegyük olyan helyre, ahol éri hideg, de fagy nem. Ez lehet például egy védett terasz, lehet egy fűtetlen veranda, de be lehet rakni a leanderek teleltető helyére is. Ez azért is fontos, mert a cserép az azért nem a szabad föld, és hogyha túl hideg van télen, mert azért előfordulhatnak mínuszok, akár mínusz 10 is, akkor a cserében a hagymák azok kifagyhatnak, aminek nem örülnénk. Most már csak be kell locsolni ezeket a virághagymákat, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor hátra dőlhetünk, hiszen meg lesz a tavaszi dekorációnk. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, látogassatok el Facebook oldalunkra, és iratkozzatok fel hírlevelünkre is. Thank you.